Tökéletesen így van, ahogy mondod, köszönöm szépen vendégünk. Dajcs Tamás, az MTK elnöke. Jó reggelt kívánok, elnök úr. Amikor az MTK elnöke lett, akkor megkérdeztem öntől igazadáson kívül, hogy mi lesz az MTK-val. Emlékszik-e, mit válaszolt? Nem. Azt mondta... Adáson kívül, azt mondta, igaz, félig viccesen, hogy prosperálni fog. Így van. Na most ehhez képest itt van ugye a másodosztályba süllyedt a futballcsapat, kiszállt Várszegi Gábor, vitáik vannak a kajakosokkal és kenusokkal. Hogy lesz ebből prosperálás? Hát a másodosztályba süllyedt kifejezést azt... Kiesett. Nem örömteli dolog, azt gondolom, sőt, hát ez egy dráma, egy ilyen nagy hagyományú 1888-ban alakult, 23 bajnoki címet szerzett csapat esetében, de az igazság, hogy a bánkódás időszakának véget kellett vetnünk, elindult az új bajnokság. Azt kell mondanom, hogy azt az egyedül elvárható teljesítményt, hogy ez a csapat, amelyik játék erejét tekintve azt gondolom, hogy nyugodtan kijelenthető, ez nem nagy képűség, hogy egy első osztályú minőségű csapat, hogy haladnak ez kétségtelen. Nyugodtan, nyugodt körülmények között nyerje meg a másodosztályi bajnokságot. 9 mérkőzés, 8 győzelem, 1 vereség, egyelőre egy bakit leszámítva ennek eleget is tesznek. Magyar kupában is tovább jutottak, Liga kupában is. Az igazság, hogy én akkor adáson kívül, amit mondtam, az feltétlenül ugyanaz volt, amit adáson belül mondtam. Ez a 17 hónap, éppen most számoltam, hogy 2010 májusa óta 17 hónap telt el, tehát egy hónap, ilyen másfél esztendő. Ez alatt újjá alakult az akkor 2010 közepén, már évek óta tevékenységét szüneteltető jégkorong szakosztályunk, hazatért az MTK sportcsaládjába a labdarúgás, megalakult a kosárlabda csapatunk, 3 mérkőzést játszott a másodosztályú bajnokságban, 100%-os, mind a 3 meccset megnyerte, vízilabda szakosztályunk alakult, ritmikus gimnasztikaként egy új sportág jelent meg, óriási sikerekkel. Hétvégén volt a Magyar Kupa küzdelem sorozata, meg az elmúlt hétvégén a 29 megszerezhető aranyjelenből 13-at, ami versenyzőink szereztek meg, karate szakosztályunk alakult. Tehát azt gondolom, hogy ez az, ami leginkább jellemzi az MTK elmúlt másfél évét. Persze kudarcok is vannak, nyilvánvaló, ezek közé tartozott, amit legtöbb ember ez eljutott a foci csapatnak a kiesése. Nagyképpen mondhatnám azt, hogy akkor még nem tartozott a MTK sportegyesülete, a kajakosokkal pedig megegyeztünk. Mindenkire rátérünk, majd egy pillanatig maradjunk még a labdarúgásnál. Azt mondta, hogy ugye az eddigi főtulajdonos kiszállt, most egy megosztott tulajdonosi struktúra alakult. Igen. Ki, amiben 40% ugye a fő tulajdonos, az MTK sportegyesület 40%-a. Na most azt mondta, hogy a finanszírozási háttér is biztosított, ráadásul egy olyan klubmodellben gondolkodna, hogy a szurkolókból kíván az MTK majd a jövőben megélni, nem feltétlenül akar európai futballjához tartozni, nyilván az nem megy egyik napra a másikra, illetőleg nem akar szponzorok után kajtatni, hanem a szurkolókból akarja rentábilissá tenni a klubot. Ez én kívánom, hogy sikerüljön, de hát azért merész vállalkozásnak tűnik. Meg ne haragudjon, de talán ez nem pontos összefoglalása annak, amit én igyekeztem egy másik csatorna sportműsorában elmondani. Mi azt gondoljuk, hogy a magyar labdarúgás érdekében nagyon sokat tevő, nagyon felkészült klubvezetők, tulajdonosok is egy olyan úton indultak el, amely út megítélésem szerint az talán túlzás, hogy eleve kudarca van ítélve, de kevés sikerrel kecsegtet. És ez melyik? Ennek az útnak az a lényege, hogy a magyar klubfutball az úgy tehető rentábilissá, üzletileg is megalapozottá, hogyha a minőségét, a játék színvonalát tekintve a lehető legrövidebb időn belül, mondjuk 5-6 éven belül felzárkózik az európai élmezőnyhöz, vagy a középmezőny éléhez. Én azt állítom, hogy erre részben jóval kevesebb az esély, mint mások gondolják, részben pedig jóval hosszabb idő lenne ez, mint 5-6 esztendő. Én úgy gondolom, hogy a magyar futball klubszinten úgy tehető gazdaságilag megalapozottá, hogyha szórakoztatóvá válik, ami nem azt jelenti, hogy rossz játék, mert rossz játék az nem lehet szórakoztató, de nem biztos, hogy olyan minőségi ugrást kell végrehajtani. Példaként mindig a magyar férfi kosárlabdát szoktam hozni, a magyar férfi kosárlabda klubszinten messzebb van az európai élmezőnytől, mint a magyar férfi futball klubszinten, mégis az ország minden pontján teltházas mérkőzéseket játszanak. Mi úgy gondoljuk, hogy ha ezen az úton indulunk el, ennek a bázisa pedig a Sándor Károly Akadémia, jól képzett fiatal játékosok, akkor szórakoztató futballal visszacsalogathatóak a nézők, de mi igenis keresünk támogatókat, és keresünk befektetőket. Világos, több is szakosztató, mit vár? Mi alapvetően jó eredményeket várunk, illetve egy olyan klubmodellt szeretnénk. Ez nem lett meg. Igen, mi egy olyan klubmodellt szeretnénk felépíteni, amely klubmodellnek az a lényege,
hogy Magyarországon, ezt kevesen ismerik ezt a statisztikát, az elmúlt 15 évben, ha nőtt a gazdaság, ha csökkent, ha nőtt az emberek úgynevezett reál jövedelme, ha csökkent, a sporttal kapcsolatos költéseik folyamatosan gyarapodtak. Ehhez képest az egyesületek viszont folyamatosan egyre rosszabb anyagi helyzetbe kerültek, aminek az alapvető oka, hogy az egyesületek által nyújtott szolgáltatások és az emberek sportolási szándéka nem találkozik egymással. Mi ezt szeretnénk, hogyha összetalálkozna. Magyarul azok, akik ma nem egyesületekhez tartozó uszodákba, edzőtermekbe járnak, kocognak, azok a sporttal kapcsolatos igényeiket és az ezzel kapcsolatos költéseiket egyesületnél, jelesül az MTK-nál világos. Találhassák meg. Elnök, szerintünk ez egy sikeres modell csak Európában, sikeres lehet Magyarországon is. A kajakosokkal, kenusokkal megegyeztek. Nincs rendezetlen tartozásunk, sőt, mi több, annak rendje és módja szerint, bár nehéz az MTK anyagi helyzete is, de a legkiemelkedőbb eredményt elérjük, tehát akik felnőtt és korosztályos világversenyen érmet szereztek, azok még anyagi jutalmat is fognak az év végén kapni. Többi klubhoz hasonlóan az MTK-nak is sok sikert kívánunk, köszönöm, hogy eljött. Én magam is sok sikert kívánok a többi klubnak is.